Fehér Natália már 24 éve vesz részt a táborban. Szerinte a közösségépítés szempontjából nagy előnyt jelent, hogy a programon különböző korosztályú gyerekek együtt tanulnak, játszanak. Elsődleges célunk a hagyományőrzés és a hagyományápolás, tehát tájnyelvi szavakkal, kiszámolókkal, versikékkel, népdalokkal ismerkedünk, illetve nagyon fontos a nyelvi készségek és kompetenciák fejlesztése, így nagyon sok tevékenységközpontú játékot végzünk, például mozgásos játékokat, kidobott, akár most, amit gyerekek játszanak, egy számháborút. A táborban olyan diákok vehettek részt, akiknek Szepetneki kötődésük van. A tábor mindig az iskolai évet követő első-második héten valósult meg, hogy az idei év az speciális volt, úgy volt, hogy nem is lesz táborunk, hiszen a járványügyi és egyéb előírások nem támogatták ezt. Aztán mégis olyan óriási szerencsénk lett, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a közreműködésével, a miniszterelnökség támogatásával meg tudtuk most így a nyár utolsó hetében rendezni a táborunkat. Tóth Virág általános iskolás évei alatt minden alkalommal részt vett a táborban. Idén már segítő volt. A tábor játékosságának köszönhetően nagyon segítette azt, hogy megszeressem a németet. És hát a tanárok biztatása, azok az érdekes feladatok, amiket kitalálnak, mindig segít, hogy jobban megszeressük a németet, és esetleg még tanuljunk is ezek alatt, a játékok alatt. Délelőtt nyelvi foglalkozást tartottak a tanárok, délután pedig kézműves tevékenységekkel és ügyességi játékokkal színesítették a programot.